Folytassuk is tovább a raktáros elméletet a 19. tétel átbeszélésével. Foglalja össze az élelmiszerek raktározására vonatkozó szabályozás. Ismertesse az élelmiszerbiztonság fogalmát, összetevőit, veszélyforrásait. Mutassa be a HACCP rendszer előírásait és alapelveit. Kulcsok és fogalmak, amik kelleni fognak nekünk. Az élelmiszerbiztonság alapjai, veszélyforrásai a jó higiéniai gyakorlat, GHP előírásai, a HACCP rendszer, a HACCP rendszer 7 alapelve. Folytassuk is tovább a élelmiszerek speciális kezelési szabályaival. Az élelmiszerek tárolásakor szigorú, közegészségügyi és élelmiszerbiztonsági előírásokat kell betartani. Az élelmiszer termékek tárolásának általános szabályai. Épületen kívül szabad területen élelmiszert még átmenetileg sem szabad tárolni. Az élelmiszereket közvetlenül a padlózatra helyezni tilos. Az élelmiszert a látéten kell tartani, ami lehet műanyagraklap, a látét láda vagy rekesz. Kivételt képeznek a földben termő zöldség és gyümölcsfélék palackozott italáruk, melyek a padlózaton is tárolhatók. Az árukat FIFO elv először be, először ki, figyelembevételével kell elhelyezni. Ez azt jelenti, hogy azonos áruféleségek esetében azokat helyezzük előre, amelyeknek a fogyaszthatósági idejük előbb jár le, így azok fognak először felhasználásra kerülni. A termékek azonosíthatóságát teljes felhasználásukig biztosítani kell. Az eredeti termékcímkéket átírni, átfirkálni, eltávolítani, szigorúan, tilos. Az árukészletet folyamatosan felül kell vizsgálni, és a romlott, sérült, szennyeződött, lejárt vagy egyéb okból fogyasztásra alkalmatlan termékeket el kell különíteni. Az elkülönítés helyét feltűnően jelölni kell, például selejt emberi fogyasztásra alkalmatlan forgalomból kivonva felirattal. Az élelmiszerárukat a gyártótól a felhasználásokig jellegüknek, összetételüknek megfelelően szakos, szakaszósítottan szakaszosítottan kell elhelyezni, tárolni. Ennek megfelelően a kereskedelmi egységek az alábbi szakraktárakat alakítják ki. Száraz raktár, hűtőraktár, földes raktár és vegyi raktár száraz Ide kerülnek a csomagolt élelmiszerek, fűszerek, tartósított húskészítmények, esetleg konzervek, befőttek, zsírok, olajok, liszt, rizs, búzadarat, cukor, itt és a kenyér. Az itt tárolt termékek jelentős része eredeti gyári csomagolt, és legfeljebb mechanikai tisztítást igényel felhasználás előtt. Az itt tárolt árucsoportokat egymástól jól elkülönítve kell tárolni. Különös gonddal kell óvni őket az utólagos szennyeződésektől, meg kell őrizni az eredeti csomagolást, mert csak így lesz lehetőség a könnyű azonosításra, a minőségőrzési időtartamok ellenőrzésére. A csomagolatlan nyers füstöléssel élőlése tartosított húskészítményeket kész, hús száraz, jól szellőző helyen, zsúfoltságtól mentesen, felakasztva, elkülönítetten kell tárolni és csepptálcát kell alátenni. A méréshez, adagoláshoz mindig tiszta eszközöket kell használni. Az áru soha nem kerülhet közvetlenül a padlózatra, zsákos áru nem támaszkodhat közvetlenül a falhoz, a polcok soha ne legyen, polcokon soha ne legyen papír, textil, alátét, ezek gyorsan szennyeződnek, nem takaríthatók, alattuk összegyűlik a por, a piszok. A polcok legyenek könnyen, tisztán tarthatók, sima, vízálló felületűek. Ha a kenyeret is tárolnak itt, különös gonddal kell óvni a szennyeződésektől, befülledéstől, a kenyér tárolására az e célra szolgáló polcokon, az ajzattó minimum 50 cm-re élére állítva porszennyeződéstől védve történhet, vagy a szállítóra kezdben fektetve, alátétre helyezve. A kenyér és a pékáru konténereket, adagolókat minden este megfelelően ki kell takarítani, hisz az ott maradó morzsák, illetve pékáru törmelékek penészedéshez vezethetnek. Soha nem kerülhet ebbe a raktárba olyan, olyan áru, ami szennyezheti az itt tárolt élelmiszereket. Déli gyümölcs, tisztító, fertőtlenítőszer, tojás, mert, mert ezek komoly esélyt adnak az ételmérgezés, ételfertőzés előfordulásának. A szárazáró raktárban tilos a nyílt használata, így tilos a dohányzás is. Ennek tényét ki kell függözteni. Egyébként itt, ö, ezen a képen, amit most láttok magatok előtt, el is olvashatjuk a szárazáró raktár ö, vonatkozásait. Ez az, amit ö, olvastam nektek a eddigi videó alatt. Hűtőraktár. A hűtést igénylő termékeknél biztosítani kell a hűtőláncot. Hűtőlánc alatt azt értjük, hogy a hűtést igénylő élelmiszerek számára az előállítástól a fogyasztónak történő átadásig a számára előírt hőfok megszakítás nélkül biztosított. A hűtött élelmiszer nulla, plusz 5 fok közötti, illetve a gyártó által előírt hőfokon a gyors fagyasztott készítmények mínusz 18 fok alatti, illetve a gyártó által meghatározott hőmérsékletet kell tárolni. Az emlős állatok húsát 0-5 fok közötti, a boronfihost 0-4 fok, a belsőségeket 0-3 fok, a friss halat az olvadó jég hőfokán lehetőleg jégdarán egy rétegben elhelyezve, illetve mínusz 2 vagy mínusz plusz 2 fokon. A mélyhűtött termékeket mínusz 18 fok alatti, a fagyasztott csirkét mínusz 12 fok alatti hőmérsékleten kell tárolni. A hűtőszekrény üzemeltetésénél fontos követelmény, hogy legyen elkülönítve a tőkehús, a baronfi hús, a, a hal és a vathús, A zöldséggyümölcs és a tej és tejtermékek, a húskészítmények, a cukrászati készítmények, a hidegkonyhai termékek tárolására használt hűtő. A gyors csomagolt hús, tisztító zöldség és gyümölcs a félkészétel, a csak felmelegítést igénylő készétel, a fogyasztásra kész élelmiszer és a fagylalt, fagyol, jellegű készítmény közös fagyasztó térben is elhelyezhető. Egymástól elkülönítve persze. Az elválasztás rögzített résmentes, könnyen tisztítható, fertőtleníthető válaszlappal történhet. A hűtést, illetve fagyasztva a tárolást igénylő élelmiszerekből csak olyan mennyiségű készletet szabad tárolni, vagy tartani, amelyhez a hűtő fogyasztókapacitást szakosított elhelyezés esetén is elegendő. A hűtőberendezésekben az élelmiszereket úgy kell elhelyezni, hogy a hűtőhatás megfelelően érvényesüljön. A forgalmazás során az eredetileg fogyasztott, de a felengedett áru visszafagyása a már felengedett áru árosítása. Tehát, hogyha nekünk felengad a termékünk a fagyasztóba, azokat újra eladni és újra fagyasztani tilos. Földes áru raktál. A földel szerves és szervetlen tárgyával, vegyi anyagokkal, növényvédőszer, élőlényekkel, rovar, rákcsára, stb. szennyezett áruk, zöldségek, gyümölcsök kerülnek elhelyezésre a földes áruraktárban. A zöldségek, gyümölcsök minőségének megőrzésében nagy szerepe van a megfelelő tárolási hőmérsékletnek, a páratartalomnak és az áruk kezelésnek. Kezelés. Az egyik legalapvetőbb szempont. A rakodás során az általános elő, elővigyázatosságon túl fontos figyelembe venni, hogy a rekeszek dobozok ne legyenek túlrakodva. Egymásra rakodása során ki kell zárni, hogy a felső láda alja az alatta lévő ládában tárolt termékekhez hozzáérjen. Legyen légmozgás a rekeszek és a sorok között, ellenkező esetben a belső termékek hőmérséklete nem biztosítható az optimális értékben. A megreket levegő etilén, etilén koncentrációja, megnő, fokozó, fokozódik a cseppképződés, ami együttesen a termék idő előtti rothadásához vezet. Ilyen körülmények között terméktől függően néhány naptól egy-két hétig terjed a tárolhatósági idő? Hőmérséklet A tárolási hőmérséklet csökkenésével valójában a termék öregedési folyamatát lassítjuk, így élettartama hosszabb lesz. Optimális általában, ha a termékeket plusz 2 és plusz 5 fok közötti hőmérsékleten tároljuk. Minél közelebb van a termék hőmérséklete a fogyáspontjához, annál lassúabbak az érési folyamatok, illetve az alacsonyabb hőmérsékleten a magas relatív páratártalom biztosítja, illetve biztosítása is kevesebb kipárolgással, súlyveszteséggel jár. Rendkívül fontos azonban, hogy a fagyáspontot túlépni nem szabad, mert az a rostok roncsolódását az áru tönkremenetelét okozza. Nagyon fontos továbbá, hogy a fagyáspont közeli hőmérsékleten tárolt növényre, Közvetlenül ne kerüljön víz, mert a felületről történő elpárologás további hűtő jár, ami a fagyáspont felett tárolt növény felületi fagyását, így szövetroncsolódást okozhat. Áratartalom Nagy nedvesség folytán a zöldségek gyümölcsök felületükön keresztül, folyamatosan párologtatnak, Betakarítás után a nedvesség utánpótlás megszűnésével ez a tulajdonságuk továbbra is megmarad, sőt fokozattábbá válik egy gyors légmozgású hűtőtároló tároló helyiségben. Éppen ezért ekiprárolgás hőmérsékletének alacsony tartása emeli elemi fontosságú a hatékony tárolás során. A termékeket körülvevő környezet magasabb páratartalma lassítja ezt a folyamatot, elősegítve, hogy a termék megtartsa saját nedvességtartalmát. Egy átlagos, üres hűtött tároló relatív páratartalma 55%. Mivel a friss zöldségek, gyümölcsök nedvességtartalma átlagosan 95-95%, az 55% Rel relatív páratartalommal bíró levegő, mint egy száraz szivacs, annyi nedvességet vesz föl, amennyit csak tud. Ez az oka, amiért már betárolás előtt célszerű magas értékre emelni a hűtött tároló levegőjének relatív páratartalmát. Minél közelebben a levegő páratartalma a növényhez, annál kisebb mértékben történik nedvességvesztesség. Földes áruraktár árukezelési szabályai. Az áruromlás megakadályozása miatt ezeket a termékeket naponta többször meg kell forgatni, át kell válogatni, a minőségileg károsodott termékeket ki kell szedni, el kell különíteni. A zöldséggyümölcs tárolására szolgáló rádák, rekeszek egyéb élelmiszer tárolására nem felhasználhatók. A földes árukkal való foglalatosság után munkaköppenyt kell cserélni, és alaposan kezet kell mosni. És most nézzük meg néhány élelmiszer termékekre vonatkozó tárolási szabályt. Tojás. Mosott tojást árosítani nem szabad, ennek oka abban rejlik, hogy ha megmossuk a tojást, akkor megszűnik a felületén a természetes védőréteg, és nem tud ellenállni a kórokozóknak. Mosatlan tojás 5 fok alatt tárolva 2-3 hétig is eláll. A tojás eltárolása során csak olyan raklapot szabad képezni, amely biztosítja a tojáshely épségének megőrzését. A tojást 2-18 fok közötti hőmérsékleten kell tárolni, a fertőtlenített tojást tárolhatjuk a szárazáró raktárban is. A nyers, hálózatlan burgonya hosszabb idejű tárolását hűvös, sötét helyen kell biztosítani, a csírázásra megakadályozása, illetve a csírázása megakadályozása érdekében. A csírázott burgonyát le kell tisztítani. A bogyós gyümölcsök közül a szamóca és a mána a legegyszerűbb körülmények között is csak néhány napig tárolható, minőségi veszteség nélkül. A többi bogyós és csonthéjas gyümölcs legfeljebb 4-6 napig tartható el rövidebb időtartalma átmeneti tárolással. Más gyümölcsök kedvező körülmények között több hónapig is elállnak. a legkorszorabb tárolókban, ahol a hőmérséklet és a légnegvesség relatív páratartalom mellett még a levegő összetétele is szabályzott, akár egy évig is eltartható például a téli alma, nagy vagy házi tárolás során is, banántárolása. Éretlen banán esetén becsomagolva kell hagyni és meleg helyre kell tenni, olyan utóérő éret gyümölcsöt kell mellé tenni, amely etilén gáz bocsát ki éréskor. Például az alma kivi éret banán esetén ki kell bontani a műanyag fóliát a kartonban, és hűvös helyre kell elhelyezni. Minél előbb értékesíteni kell, ha szükséges, árkedvezménnyel. Élelmiszerek károsodása elleni védekezés formái. Biológiai veszélyek, mikroorganizmusok, baktériumok, vírusok, penészek, bérférgek, petéi, egyéb sejtő élőlények, élősködők. Az élelmiszer bekerülésük módjai, nyers élelmiszerről dolgozóról, szennyezett eszközről, talajból, levegőből, levegőből rovarról, rákcsáróról. Védekezés ellenük, fertőtlenítő szerekkel, savakkal, lúgokkal, hőkezeléssel, tisztasággal, személyi higiéniával, például kézmosás, megfelelő tárolással, elkülönítés és hűtés. Kémiai veszélyek, vegyi anyagok, takarítószerek, fertőtlenítők, mosogatószerek, rovar és rákcsáló írtők, növényvédőszerek, állatgyógyászati szerek, környezetből eredőszerek, bekerülésük módjai már az anyag, tehát már maga az alapanyag tartalmazza, illetve gondatlanságból vagy sérülcsomagolásból történhet, Védekezni ellen úgy kell a fertőtlenítőszerekkel, savakkor, lúgokkal való hőkezelése, tisztasággal, személyi higiéniával, például kézmosás, vagy megfelelő tárolással, elkülönítéssel, vagy hűtéssel. A harmadik viszont a fizikai veszélyek és források. Üvegszilánk, egyéb szilánk, szegek, csavarok, kavics, gyommagvak már a beszállított élelmiszer tartalmazhatja. Dolgozókra haj, gomb, ékszer, műköröm, rovarok és rákcsárok, ürüléke is rákerülhet. Ételkészítés eszközének darabjai. Védekezés ellenük: beszállító gondos megválasztásával, alapanyag ellenőrzésével, üvegtörés megelőzésével, dolgozókon hajháló, sapka viselésével, higiéniás és viselkedési szabályok betartásával, szükségtelen tárgyak eltávolításával az élelmiszer környezetéből. HACCP rendszer veszélyelemzés, kritikus szabályozási pontok angolul Hazard Analysis Critical Control Point. Ma már a világ számos országában így hazánkban is jogszabályokban kötelezővé tették a HACCP élelmiszerbiztonsági rendszer bevezetését, az élelmiszerlen szereplői számára, így az élelmiszerforgalmazók számára. A HACCP bevezetésének szükségessége célja az élelmiszer fertőzések, mérgezések megelőzése, az élelmiszerek minőségének biztosítása, azaz a fogyasztók részére értékesített élelmiszer ne okozzon egészségi ártalmat. A HACCP rendszer lényege az élelmiszer hogy a vezetésnek fel kell mérnie a kereskedelmi egység tevékenységének veszélyeit, meg kell határozniuk a veszélyes kritikus pontokat, és intézkedéseket kell tenni a veszélyek kiküszöbölésére. Az egész folyamatot dokumentálni kell minden élelmiszerkereskedelemben dolgozónak. Tisztába kell lennie a veszélyforrásokkal, és a veszélyek megelőzésének, kiküszöbölésének módjával. Mindenkinek tudnia kell a feladatást, feladatát, és azt el kell végeznie. Az élelmiszerekkel foglalkozó vállalkozások piacra lépésének minimális feltétele, hogy kiépítsék a HACCP kockázatvédelmező rendszert. A rendszer alkalmazása Magyarországon 2004. májusától kötelező az élelmiszeriparban és a kereskedelemben, valamint a vendéglátásban és a közétkeztetésben. A rendszer meghatározza az élelmiszerek feldolgozásának, tárolásának, szállításának és forgalmazásának egész folyamatára jellemző veszélyforrásokat. A kritikus helyzetek kezelésének módját. Olyan az egyedi sajátosságokra tekintettel lévő rendszer, amely a veszélyek megelőzésére szolgál. Lényegében a vállalkozások élelmiszerbiztonsági terve, amely hét alapelvre épül. Ezek. Veszélyelemzés a kritikus szabályozási pontok, CCP-k, azaz critical control pointok -ok meghatározása, a kritikus határértékek meghatározása, a kritikus szabályozási pontok felügyeleti rendszerének felállítása, a hibajavító rendszer kialakítása, a szükséges igazoló eljárások, a dokumentálás. A rendszer kiépítését külön hitelesíteni egyetlen szervezettel sem kell, de a hatóságok ellenőrzik a meglétét. A HACCP sikeres alkalmazásához a vezetés és a dolgozók teljes elkötelezettségek és részvétele szüksége, illetve szükséges. A HACCP rendszer előnye, hogy alkalmazásával rövid időn belül automatikussá válnak azok a teendők, amelyek segítségével valóban kiküszöbelhető a veszélyes helyzetek kialakulása. Pontosan meghatározza a döntési, intézkedési, felelősségi jogosultságokat így elkerülhetők a ki a felelős típusú viták. A rendszer kiépítésének hét alapelve, azaz pillére ismert. Első. Veszélyelemzés. Végzése. A módszer első alapelve előírja, hogy fel kell mérni és meg kell határozni mindazokat a veszélyeket, melyek a forgalmazott élelmiszerekben, vagy élelmiszerben a fogyasztó egészség károsodását okozhatják. A veszélyek biológiai, kémiai, fizikai eredetű anyagok, melyek a veszélyforrásokon, hordozókon keresztül jutnak az élelmiszerbe. A veszélyelemzés hatája ideális esetben a teljes élelmiszerláncra kiterjed. A nyersanyagtermeléstől a feldolgozáson és a forgalmazáson keresztül a fogyasztásig. Második alapelv. A kritikus szabályozási pontok meghatározása. Azon pontok, eljárások, műveleti lépések meghatározása, amelyek szabályozásával a veszélyek kiküszöbölhetők, megszüntethetők vagy előfordulásuk az elfogadható mértékűre csökkenthető. Harmadik alapelv. Kritikus határértékek megállapítása. Annak érdekében, hogy a kritikus pontok szabályozása alatt álljanak, Határértékeket kell megállapítani, amely alkalmasak az egyértelmű, elfogadható vagy nem elfogadható döntések meghozatalára. A kritikus határértékén mindig olyan értéket kell választani, ami a mindennapi gyakorlatban egyszerűen mérhető, és ami alapján jól lehet következtetni a valódinak ítélt veszélyek mértékére. Negyedik alapelv. A kritikus pontok szabályozását felügyelő rendszer felállítása. Minden olyan ponton, ahol szabályozás szükséges, megfelelően hatékony felügyelő rendszert kell felállítani és működtetni. A felügyelő rendszer felállítása során meg kell határozni, hogy az előírt határértéket ki, milyen módszerrel, milyen gyakorisággal állapítsa meg, és az eredményeket milyen módon kezelje. Ilyen felügyelő módszer lehet például tárolási hőmérséklet időszakos ellenőrzése. Ötödik alapelv. Azon helyesbítő tevékenységek meghatározása, melyet akkor kell elvégezni, a felügyelet jelzi, hogy egy adott CCP nem áll szabályozás alatt. Minden CCP felügyelő tevékenységhez ki kell dolgozni egy olyan eljárást, amely meghatározza, hogy ki mit és hogyan intézkedjen. Ha a szabályozottság megszűnt, vagy nem teljes mértékű, tehát előre meg kell határozni, hogy mi a teendő akkor, ha a tárolási hőmérséklet nem az előírt mértékű. A helyes bittő tevékenység mindig két irányú kell, hogy legyen. Először el kell dönteni, hogy mi történjen a nem megfelelő termékkel, utána intézkedni arról, hogy ilyen eset ismételten ne forduljon elő. Illetve helyre kell állítani a szabályozásnak megfelelő körülményeket. 6. Alapelv. Az igazolásra szolgáló eljárások megalapítása annak megerősítése, hogy a rendszer hatékonyan működik. Az illetékes vezetőnek ki kell dolgoznia egy olyan rendszert, amelybe pontosan meghatározza, hogy az alkalmazottai HACCP-vel kapcsolat tevékenységét milyen módon és milyen gyakorisággal ellenőrzik hetedik alapelv az az utolsó. Olyan dokumentáció létrehozása, amely tartalmaz ezen alapelvekhez és alkalmazásukhoz tartozó minden eljárást és nyilvántartást. Olyan dokumentációt kell létrehozni, amely kellően áttekinthető az egyes kapcsolatok, hivatkozások, világos és az élelmiszerbiztonsági rendszer működtetéséhez szükséges, valamennyi információt kell, hogy tartalmazzon. Az ISO 22.000 szabvány követelményei. Az ISO 22.000 szabvány az élelmiszerláncban résztvevő szervezetekre vonatkozó követelmények. Szerint kiépített élelmiszerbiztonsági rendszer önmagában is tanúsítható. Ugyanakkor követelményei integrálhatók a többi rendszerrel. MRI, vagy MIR és KIR. Tehát MIR és K.I.L. Az ISO 22000 szabvány magába foglalja a HACCP előírás alapelveit és alkalmazásának lépéseit. Magyarországon minden cégének vállalatnak, amelynek tevékenysége hatással van az élelmiszerbiztonságra, legyen az az élelmiszerlánc bármely része, rendelkeznie kell HACCP rendszerrel. Ez a rendszer önmagában nem tanúsítható, de az ISO 22000-es élelmi, élelmiszerbiztonság irányítási rendszer, EBR, más irányítási rendszerekhez hasonlóan már igen, így a vevők számára objektív bizonyítékot lehet nyújtani arra, hogy az adott tevékenység, például a raktározás végzése során a kezelt termék biztonságos élelmiszert eredményez. Az ISO 22. ezer az egyetlen nemzetközi legelismert olyan élelmiszerbiztonsági irányítási rendszer rendszerszabvány, amely függetlennek tekinthető, mivel azt non-profit szervezet dolgozta ki, szemben a különböző profiorientált szervezetek által erre a célra készített dokumentumokkal. Ezért azok a cégek, amelyek az ISO 22 ezer alapján szereznek tanúsítványt, joggal elvárhatják a hatóságok részéről, a hivatalos elismerését annak, hogy rendszerük megfelel az élelmiszerbiztonsági követelményeknek. Az ISO 22000 rendszer kiépítésének tanúsításának folyamata. Első. Az ISO 22000 szabvány szerinti működésre felkészítő szervezet kialakítása a cég által. Második. A cég átvilágítása információgyűjtés szabvány ismertetés. 3. Folyamatok szabályozása, minősígi eljárások kidolgozása. 4. A szabvány szerinti komplet rendszer kialakítása. 5. Dokumentáció elkészítése, oktatás, szabvány szerinti működés bevezetése. 6. Belső audit megtartása a rendszer működésének belső ellenőrzése. 7. Független tanúsító szervezet kiválasztása, megbízása, a tanúsítás lefolytatására. 8. Audit lefolytatása. 9. ISO 22000 szabvány kiadása. A szabvány használatának előnyei. Első a szabvány nemzetközi szinten elfogadott tanúsítható szabvány. Második. Tanúsíthatóvá teszi az ISO 22000 részeként a HACCP rendszert. Harmadik. Kiépítésével egységes dokumentált irányításai irányítási rendszer áll rendelkezése. 4. A vevői igényeknek való magasabb szintű megfelelés bizonyítéka. 5. A szabványjal tanúsított cég értéke növekszik, amely mindenképpen versenyelőnt jelent. És ezzel a 19. tételt át is beszéltük, úgyhogy sziasztok, további jó tanulást!